2020-as év ugyanúgy, mint mindenre, a kultúrára is, a rendezvényekre is rányomta a bélyegét. Olyan módon, amilyen módon eddig szoktuk, sajnos az idejében nem tudtuk rendezvényeinket megtartani. Januárban már hallottuk, hogy elindult a koronavírus, hogy közeledik Európába, de akkor még a megszokott módon emlékeztünk meg, az eseményeinkről tartottuk meg a megyei járás és alapszervezeti rendezvényeket. Január 22-én, ugyanúgy, mint minden évben, a megyei, Ungvári Megyei Drámai Színházban színházi előadással emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Január utolsó hétvégéjén sikerült Mezőgecsében megrendeznünk az egyik legnagyobb létszámot, legnagyobb emberszámot megmozgató rendezvényünket, a mezőgecsei böllérversenyt, ahová Kárpátokon innen és túlról érkeznek csapatok, és mutatják be, hogy náluk hogyan szokás feldolgozni a disznót, és árusítják a portékáikat. Márciusban már ide Kárpátaljára is begyűrűzött a koronavírus, így sajnos már a március 15-i rendezvényünket, ahol a központi rendezvény Ungváron, a Petőfi szobornál, Beregszázban a Petőfi szobornál, illetve évenként váltogatva Munkácson a Potheringi emlékműnél szoktunk a megyei rendezvényt megtartani. Sajnos itt már nem a megszokott módon, nem nagy tömeggel, nem kulturális programokkal, nem beszédekkel, hanem egyszerű néma főhajtással, koszorúzással emlékeztünk meg a márciusi ifjakra. Azokat a rendezvényeket sajnos az idei évben, amelyek nagy tömeget mozgattak meg, a találkozók, tehát a vőfé találkozó, a zenész találkozó, a betlehemes találkozó, egyházkórus találkozó, sajnos ezeket nem tudtuk megtartani. Viszont a többi rendezvényünket azt módosítva megtartottuk, tehát gondolok itt a Nemzeti Összetartozás Napjára, június 4-ére, vagy beszélhetnék október 6-ára, vagy úgy az előbb említettem, március 15-ét, csak nem a megszokott módon egy központi nagy rendezvény volt, hanem minden egyes járásban, akik máskor el szoktak utazni Csaptól egészen Körösmezőig az egy megadott központi rendezvényre, most, hogy az embereknek ne kelljen ilyen nagy utat megtenniük, minden járásban külön tartottunk koszorúzásokat, október 6-án is és június 4-én is a Nemzeti Összetartozás napján. Augusztusban egy picit engedtek a szabályokon, egy picit enyhült a vírus, mielőtt ide érkezett majd október a második hullám, így meg tudtuk tartani a megszokott módon a 15 millió búzaszem, a Magyarok Kenyere programot, a ProAgrikultúra civil szervezettel együtt működve, Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonban. Igaz, hogy kevesebb létszámban, mint az általában szokás, de 80-90 fővel, kulturális programmal, a történelmi egyházak áldásával öntöttük össze a búzánkat, és több mint 90 tonna búzát sikerült az idejében is összegyűjteni, több mint 1000 gazdának a felajánlásával. Október 6-án, ahogyan említettem, ismét néma koszorúzással emlékeztünk meg Kárpátalja 5 pontján, az 5 középszint szervezésében a zaradi vértanúkról. Novemberben ugye hagyományosan ellátogatunk mindig Szolyvára, ahol megemlékezünk a sztálini lágerekbe elhurcolt férfiakról. Ugye sajnos az idejében szintén nem lehetett ilyen nagy megemlékezést tartani, ezért a KMKSZ elnöksége egy felhívással fordult a KMKSZ tagok, illetve az alapszervezetek irányába, mégpedig az volt a kérés, hogy szinte nincs olyan település Kárpátalján, ahol vagy egy emléktábla, vagy egy emlékoszlop nem emlékezne meg a lágerekbe elhurcoltakról, és hogy ott helyben november 19-éhez legközelebb eső hétvégén csöndes koszorúzással, gyertyagyújtással emlékezzenek meg az elhurcoltakról, és erről az internetes felületeken számoljanak be, és ahogy láttuk, ez a kezdeményezés sikeres volt, mert hát abban az időben az internetes felületek, a Facebookok ezekkel a megemlékezőknek a fényképeivel voltak tele.
terveink között szerepelt úgy, mint minden évben az adventi vásárnak a megszervezése. Ugye ezt mindig advent harmadik vasárnapján Beregszász központjában tartjuk. Sajnos az idejében ez elmaradt, mint ahogy a közös advent program is más módon volt megszervezve, mint amilyen az megszokott a korábbi években. A főiskola és a prokultúra Szubkárpátika kezdeményezésére pár évvel ezelőtt a Városháza, a Történelmi Egyházak, a KMKSZ és más civil szervezetek a európai mintára egy nagy közös adventi koszorút helyezünk el Beregszásznak a főterén, és ezt mindig egy-egy világi méltóság gyújtja meg az éppen aktuális gyertyát, és a Történelmi Egyházak képviselői kérnek áldást az adventi időszakra. Máskor ez kulturális programmal, nagy eseményekkel, beszédekkel együtt bonyolítódik le, sajnos most erre ilyen módon nem volt lehetőség. A gyertyagyújtást megtartottuk, ott voltak a világ és egyházi méltóságok, viszont csak szűk légszámban, közönség nélkül lettek meggyújtva az adventi koszorúnak a gyertyái. Hogy valamivel kárpótoljuk az adventi vásár miatt és a közös advent miatt az embereket, hogy nem lettek ott személyesen ezeken a rendezvényeken, illetve az adventi vásár az megrendezésre sem került. A TV21-el, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház munkatársaival kötöttünk egy szerződést, akik a négy vasárnapra, a advent négy vasárnapjára, illetve Szentestére 5 kis filmet készítettek el a Karácsonyváró, Adventváró címmel, és ezt a 15-20 perces filmeket tekintette meg a gyertyagyújtás helyett a közönség. Hát a programjaink ilyen módon bonyolítottak le. Volt azonban sikerélmény is, amit sikerült az idejében elérnünk, amihez nem kellett nagyobb tömeg. Például az egyik siker az volt, hogy sikerült átadnunk október 23-án a tiszacsomai honfoglalás kori emlékparkban felállított látogatóközpontot. Ezt Kéz Barnabás művészettörténés segítségével korhűen be is lett rendezve, tehát régi korabeli fegyvereket, katonáknak a ruháit, felszereléseket láthatunk. Illetve még egy eseményünk volt, ugye Rákóczi Kultusz Nagy Kárpátalján. Ezért van az, hogy Égermezőn, Vilsán településen, ahol egyszer megszállt a Rákóczi, és ivott az egyik forrásnak a vizéből, ott a Bóv cár, ugye a Rákóczi fejedelem volt, de a szlávok cárnak nevezték, hogy itt volt a cár, kialakítottak egy forrást, amit sikerült a KMKSZ-nek felújítani, mert egy pár évvel ezelőtt a vízmosás elmosta az egyik esőzés után, és ezt sikerült a KMKSZ-nek teljesen felújítani. Ezt is átadtuk, sajnos ez sem nagy létszámban, ahogy szerettük volna, de mégis megható módon, mert tárogató szóval és Torpai Viktória művésznő versével adtuk át a felújított Bóvcár forrást július hónapban. A következő évben reméljük, hogy kicsit kegyesebb lesz hozzánk a sors, és a kulturális programjainkat a megszokott módon tudjuk majd folytatni. A KMKSZ elnöksége eldöntötte, hogy minden programunkat szeretnénk megtartani, tehát természetesen ugyanúgy, mint az idei évben, jövőre is alkalmazkodni fogunk az éppen aktuális koronavírus miatt hozott intézkedéseknek.